Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, és Oroszországról és a kurszki eseményekről szeretnék beszélni önöknek. Az orosz kormányból már majdnem mindenki elmenekült nyugatra, családostól. Az igaz, hogy az orosz kormánytisztviselők családjai már régóta nyugaton élnek, ott járnak egyetemekre, szuper villágban élnek, nagyon jó az életük. Most a szüleik is oda menekültek. Szakember hiány lett a minisztériumokban. Ezért gyakori, hogy egy új minisztert kineveznek, és ő pedig a feleségét egy másik minisztériumban megteszi miniszter helyettesnek. Így módon ez a miniszter egyszerre kettő minisztériumot is tud uralni, felügyelni. Ugye a miniszterek, miniszterhelyettesek, államtitkárok, meg a nagyon fontos személyek mind elpuszkoltak nyugatra a családjaikkal egy. Természetesen vitték magukkal az államtitkokat is. Tehát innentől kezdve mindenkinek úgy tűnik, hogy Oroszországnak vége. Putyin egyik legfontosabb helyettese, Misusztyin is eltűnt. Hivatalosan elment szabadságra, de csak hivatalosan. Valójában ő is elpucolt nyugatra a családjával együtt. Ő volt az államtanács elnöke, és eltűnt pont most, amikor háború folyik. A külügyminiszter is eltűnt, Lavrov, meg a helyettesei, meg a családjaik is. Nem csoda, hiszen Oroszországot megtámadták, az orosz hadsereg elmenekült. Az ukránok több mint 100 falut foglaltak már el, az oroszok szerint csak 60-at vagy 70-et, és ha így megy tovább, elfoglalják Kurszk városát is, ami már egy nagyváros. Medvegyev is eltűnt, nem tudni hova. Az orosz parlament vezető tisztségviselői, a katonai minisztériumok vezető tábornokai közül nagyon sokan eltűntek, elmenekültek nyugatra a magánrepülőgépeiken. Tehát Oroszországot eladták szöröstől, bőröstől, ők pedig elmenekültek. A népet persze közben küldik a háborúba, a húsdarálóba. Nagyon furcsa, hogy csak Moszkvából küldik a fiatalokat, sorozzák őket, és küldik meghalni a frontra, hogy gépfegyverekkel harcoljanak a NATO csapatok ultra modern fegyverével szemben. Az orosz neten már megjelent azoknak a városoknak a névsora, ahol, mint ők mondják, meg kell erősíteni a védelmet, és megjelent a térképen azoknak az óvóhelyeknek a képei is, ahol elmenekülhet esetleg a nép, ha éppen beengedik. Ami nem annyira biztos. A netre kitették azoknak az orosz városoknak a névsorát, amelyet az amerikai és NATO katonák szét fognak bombázni. Előkelő helyet foglal persze Moszkva és Szentpétervár. Itt körülbelül 50 darab nagyvárosról van szó, Szibériában is, meg az európai részen is. Hát őszintén szóval sajnálom a Szentpétervárat, aki teheti vagy érdekli, még nézze meg a neten, hogy néz ki, mert ha így megy tovább, már nem sokáig lesz látható. Az aranyozott szobrok, aranyozott kupolák, a hidakon lévő aranyozott szobrok, mindegy aranyozott velence úgy néz ki, rengeteg lagunával. De utána már csak romhalmaz marad, majd az apokalipszis lovasának őrjöngő vágtája után. De ez most egy hónap múlva lesz, vagy egy év múlva? Mindegy. De az apokalipszis lovasa akkor is elvégzi a dolgát. Látjuk tehát, hogy elérkezett Oroszország vége. A francia, lengyel és német zászlóaljak már végzik a dolgokat Kurszk megyében, mint ukrán hadsereg, és tovább fognak hatolni befelé Oroszország belsejében. Az orosz népet, az egyszerű emberek tömegét magukra hagyták. A felső réteg, amit tudott, ellopott, és eltűzött az országból. Nem lesz sem áram, sem víz, csináljátok, amit akartok. Többek szerint az év végéig a NATO elfoglalja Oroszországot. Először ezt még ukrán hadseregének fogják hívni, de amikor már biztosak lesznek a győzelemben, akkor már bevállalják, hogy ez a NATO.
Ugye most már nem csak a Kárpátalján, hanem egész Ukrajnában az utcán kapkodják el a fiatalokat, hanem megy, megverik és viszik a frontra ágyú törteléknek. Ukrajnában egyre kevesebb a nép. Ugye kb. 20 millió ukrán már eltözött nyugatra, hát ők nem nagyon akarnak visszamenni a húsdarálóba. Ővelük megpróbálják ukránosítani nyugatot. A kérdés csak az lesz, hogy mi történik meg előbb, az arabosítás vagy az ukránosítás. Most Ukrajnában is, Oroszországban is zsoldos hadsereg harcol. Az emberek egy része a szegénysége miatt megy el zsoldosnak, a 1500-2000 euróért havonta, hát ha egyáltalán megkapja, ami még annyira nem biztos, de beígérték neki. Meg vannak persze nyugati zsoldosok, akik nem kevés pénzért harcolnak ott. Meg vannak a rabok mindkét országban, gyilkosok, rablók, tolvajok, stb., akiket kiengedtek a börtönből, és elvitték a frontra, hogy harcoljatok, ha győzünk, akkor nem kell többet börtönbe menni. Vagy halljatok meg. Ez úgy Ukrajnában, mint Oroszországban is divatos. Tehát látjuk, hogy ezt a nagy országot, hatalmas nagy országot, ha valaki megnézi a térképet, kívülről nem tudták leigázni, viszont belülről sikerült. A belső ellenség féregként rágta szét az országot, és most széthullik. A szemünk láttára. Tehát mi történelmi eseményeknek vagyunk a tanúi. Igaz, hogy megígérték, hogy lesz válaszcsapás, de hát eddig még a NATO minden vörös vonalat átlépett, amit Putyin mondott, hogy vörös vonal, és hát válaszcsapásokat nem nagyon látunk, hála Istennek. Hogy tulajdonképpen az igazat nem mondhatom el. Ez meg van tiltva. Nem mondhatom el, hogy az orosz elnök kicsoda, honnan származik. Azonban az orosz nép, de más népek is, amelyeket letanítottak arról, hogy gondolkozzanak, nem tudhatja meg az igazat, hanem vakon kell hinnie a saját vezetőjében. Az orosz tévécsatornákon persze folyik a hivatalos propaganda, a vicc kedvére elmondom, ami egy kicsit fura dolog, hogy az orosz hivatalos tévécsatornákon majdnem mindenütt csak ukrán nemzetiségű orosz emberek a bemondók. Kicsit furcsa ebben a helyzetben, de hát érdekes. Az egyszerű nép az úgysem látja, hogy ez egy testvérháború, amit a szláv Ukrajnában levő oroszok és az Oroszországban élő oroszok folytatnak egymással. Az orosz tévécsatornák és egyéb médiaeszközök sem az igazat mutatják, ott is azt mondják, amit előírnak, akárcsak a világ más tájain. Nézzük tehát a mai Oroszországot. A nép teljesen védtelen, hadsereg nincs. A népnek simán beadták, hogy az a csoport, ami Kurszk városába betört, az egy kis terrorista csapat, és hamarosan ki fogják onnan ebrudálni, de már azóta sem ebrudálják. Hiszen ez egy nagyon jó felszerelt, nagyon jó képzett, nyugati tankokkal, nyugati repülőkkel, fegyverekkel felszerelt, internacionális nyugati hadsereg. Azért mondom, hogy internacionális, mert nem csak Európából, hanem máshonnan is jöttek az ukrán hadseregbe úgymond önkéntesek, persze jó pénzért. Nemrég bemutattak a kinti YouTube-on egy portugál bloggert, aki beállt harcolni az ukrán hadseregbe, ott tüsténkedik, mutatja magát az erdőben, milyen jókat lő a gépfegyverből, de ezután a szép felvétel után fogta magát, és gyorsan elpucolt, miután hallotta, hogy közeledik a front. Hát ilyenek a bloggerek. A Kurszki területről, amikor az ukránok megtámadták, rengeteg fiatal elmenekült, persze majdnem mind, Oroszország belsejébe vagy külföldre, magára hagyva az öregeket. Ez jól mutatja a mai világ problémáját, hogy a fiatalok és az idősebb szüleik között ritka, amikor jó kapcsolat. Hiszen ahelyett, hogy magukkal vitték volna a szüleiket, ők elmenekültek, az öreg szüleiket pedig ott hagyták. Legyen velük, ami lesz. Persze nem azt mondom, hogy mindenki így cselekszik, hiszen én is ismerek nagyon rendes embereket,
akik nagyon jól viszonyulnak az öreg szüleikhez, szeretik őket, de ez ma már nem olyan gyakori. Az oroszok az öregeket valahova összegyűjtötte, és elvitték valahova. Máig nem tudni hova. A Kurszki területen, mikor betörtek az ukránok, úgymond az ukrán hadsereg, hatalmas mennyiségű gyereket összeszedtek az oroszok, nehogy az ukránok vigyék el. Autóbuszokba rakták őket, és külön elvitték őket a szüleikről, szüleiktől külön. A szülők azóta is keresik, hova lehettek a gyerekeik. Nem tudja senki. Általánosságban hivatalosan a Kurszki területről 22 ezer embert evakuáltak. A maradék 100 ezer vagy a saját eszközeivel menekült, vagy ott maradt. Látjuk tehát, hogy a háború az egy nagyon csúnya dolog. Természetesen Oroszországban a ukrán hadsereg szétlövi a kórházakat, az öregek otthonát, a bevásárlóközpontokat, de hát erről a nyugati média hallgat, meg arról is, hogy hány békés ember, meg gyerek veszti életét. Hasonló furcsaság figyelhető meg az izraeli háborúban is, de hát vannak nézőpontok, vannak lehetőségek, és vannak kötelezettségek a médiában. Őket nem okolom. Meg senkit sem, én csupán elemzem a világban lévő szituációkat, mint mindig. Teljesen függetlenül attól, hogy ki mit gondol, ki mit nem, ez egy egyszerű, száraz elemzés. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel, mert akkor gyorsabban meglátják a következőt. Viszontlátásra!